Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai esténk, szokásos módon. Lesz egy bemutató díjmentes rész, egy tudatosságfejlesztő díjmentes rész, és utána lesz egy szünetünk, majd lesz egy második rész, személyiségfejlesztő coachképzés, aki új a második részen egy alkalommal részt vehet a meghívója jelenlétében, és ezáltal betekintést tud kapni abba, hogy milyenek nálunk a képzések, mert lényeges eltérés van az első képzés és a második képzés között, mert a másodikban már konkrét módszerek vannak, az elsőben pedig csak információk vannak. Tehát az azt jelenti, hogy az életre nyújtunk módszereket az első rész helyett a második részben. Ha valaki esetleg azt várná, hogy az elsőben kap módszereket. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Tehát még egyszer mondom, mindenki. Jó, ha valakinek ez terhes lenne, akkor természetesen vissza lehet magázódni a termen kívül. Jó, illetve az épületen kívül. De ennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Csináltam már egy ilyen gondolati összehasonlítást avval kapcsolatban, hogy melyik volt jobb, a 2020 előtti világ, vagy most a jelenlegi? És mire jutottál ezzel kapcsolatban? Aha. És miért lett rosszabb ez a világ? Hát mert az elnyomók bőven működtek ebben a három évben. És a jó emberek azok meg ráhagytak mindent az elnyomókra. És ha a jó emberek nem tesznek a jövőért, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Szó szerint. Tehát a jó embereket megnézed, a lakosság nagy része az jó, de mégis az elnyomók érvényesültek az elmúlt három évben. Tehát az elmúlt három évben a lakosság folyamatos elnyomást kapott, ha jobban megnézed. Tehát mit jelent az, hogy elnyomás? Ott, ahol az emberek nem boldogok, ott bősz elnyomás folyik. Márpedig én nem látom, hogy Európában az emberek annyira boldogok lennének. Oké? Okay. Sőt, azt lehet látni, hogy lényegesen boldogtalanabbak az emberek, mint mondjuk 3,5 évvel ezelőtt. Oké? Okay. Na most mondom, ez egy szabály. Ahol az emberek nem boldogok, ott elnyomás van. Pont. Oké? Okay? Lehet ebben vitatkozni, csak nem velem. Jó? Vitatkozhatsz ebben kapcsolatban magadban nyugodtan. Jó? Tehát ha nem lenne elnyomás, akkor az emberek boldogan élnék az életüket. Világos ez? Jó? És minél boldogtalanabbak az emberek, az azért van, mert annál nagyobb elnyomás veszi körül őket, illetve annál bőszebben működnek az elnyomók. Oké? Okay? Jó, ez, mondom, ezzel legfeljebb szerintem az elnyomók vitatkozhatnának. Mert a szociális emberek nem valószínű. Jó? Márpedig a bolygón, ha hiszed, ha nem, körülvesznek benneteket, bennünket az elnyomók. Ugyanis minden ötödik ember a bolygón elnyomó. Hogy lettek az emberek elnyomók? Hát vannak olyanok, akik genetikailag hozták, szó szerint. Tehát az azt jelenti, hogy genetikailag kódoltan jött vele az elnyomóság. De a többség az nem ilyen, ez egy kis százalék. Az körülbelül olyan 4%, amelyik így van, vagy még kevesebb. Ellenben ugye van a többség, aki elnyomó, az a összelnyomói százalék, az a lakosság 20%-a, tehát minden ötödik ember.
és annak a nagy része, ennek a 20%-nak úgy lett elnyomó, hogy túl sok elnyomást kapott gyerekkorában. Oké? Tehát magyarul valószínűleg elsősorban, mivel ugye ez első 7 évben szokott kialakulni, ha csak nem kezd el az ember egy olyan szociális emberként egy olyan foglalkozást, amiben el kell nyomni a másokat, bár akkor egy szociális ember, egy valódi szociális ember az ilyenből kimenekülne simán. Tehát az azt jelenti, hogy az első 7 évben vajon kikkel voltunk a legtöbbet, kikkel szoktak lenni a legtöbbet az emberek? Hát a szüleikkel. Tehát akkor elsősorban valószínűleg kik nyomták el? Hát a szülők. Így van. Tehát ezáltal ugye aki sok elnyomást kapott az első 7 évben, abban kialakult egy elnyomói hajlam, de ez a hajlam, ez nem csak azt jelenti, hogy hajlamként működik, hanem egyszerűen az elnyomás azt jelenti, hogy a saját túlélése érdekében másokat leértékel, másoknak elnehezíti az életét, oké? Vagy megnehezíti az életét. Ezek az elnyomók, oké? A saját túlélése érdekében. Na most a rosszak közül, tehát a mondjuk a úgy körülbelül 4% még ezt élvez is, oké? Hogy másoknak rosszabbul megy, másoknak nehezebb az életük, mert úgy gondolják, van egy ilyen tévképzetük, hogyha mások boldogulnának, akkor nekik rosszabb lenne. Világos ez? Magával az elnyomói területtel hát foglalkozok körülbelül 22 éve, és tanítom szintúgy, oké? Tehát szintúgy, tehát ami azt jelenti, hogy már előtte is tanultam ilyeneket 98-tól, és hát ezt azért mondom, hogy tisztában legyetek azzal, hogy tudom, én már tanultam ilyet a 90-es években, 90-es évek második felében, azt, hogyha az elnyomókat hagyják a szociális emberek, hogy érvényesüljenek, akkor igen nehéz világ elé nézünk. Ezt a 90-es években tanították nekem. És az emberek, a szociális emberek szépen hagyták. Azt is tanították a 90-es években, hogy ha bekerülnek vezetői pozícióba az elnyomók, akár hatalmi pozícióba, akkor meg még rosszabb lesz, mert akkor az egész lakosságra negatíva hat. Na, és most ezt éljük. És erre már figyelmeztettek a 90-es években, hogyha a szociális emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a bolygón. Oké? És hát eluralkodott a rossz, vagy nem? Vagy ez tök jó világ? Hát ha azt úgy látod, hogy tök jó világban élünk, akkor neked valami bajod van itt belül. Ezt tudom mondani. Oké? Szóval ugye én nem most születtem, hanem még a 60-as évek elején. És nem azért, mert akkor gyerek voltam, meg nem azért, mert mondjuk a 80-as években éltem a fiatal felnőtt koromat, de sokkal jobb világ volt az. Tehát sokkal jobb. Tehát honnan tudni, hogy jobb világ? Hol látsz te mondjuk fütyűrészű embereket? Hol látsz énekelgető, danolgató embereket, akik mondjuk munka közben énekelgetnek, danolgatnak? Hol látsz ilyeneket? Hol látsz? Vidéken se. Már rég elmúlt. Már nincsenek ilyenek. Vannak itt szép számmal, akik vidéken élnek, és nem számolnak be ilyenekről. Sajnos az már a múlt. Tehát már nem így működik. Tehát szépen fokozatosan a társadalom hangulatát
úgy, ahogy az elnyomók ugye átvették szépen a hatalmat, szépen elnyomják a társadalmat. És ha az emberek elnyomást kapnak, akkor nem boldogan élik az életüket. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy haladunk egy olyan világ felé, tehát ezt jó, ha tudja mindenki, hogyha az elnyomók egyre nagyobb szerepet kapnak, akkor neked, mint szociális embernek egyre rosszabb és rosszabb lesz. Világos ez? És ez a folyamat van a 80-as évektől. Tehát onnantól. Tehát a 80-as évektől, tehát most mondok példát. Nyugaton 60-as, 70-es években nőknek nem kellett dolgozni, mert egy fizetésből meg lehetett élni. A férfi fizetéséből meg lehetett élni nyugaton, nem itt, nyugaton. Most ahhoz képest nézd meg, sokkal többet keresnek az emberek, mint akkor kerestek. Mégse tudnak egy fizetésből megélni. Oké? Tehát mégsem. Itt keleten már akkor sem tudtak egy fizetésből megélni, ugye ezt tudjuk. Már akkor is kellett két embernek dolgozni egy családban, itt Közép-Kelet-Európában, de nyugaton nem kellett. És a 90-es évektől elindult az a folyamat, hogy gyakorlatilag ne éljenek meg a családok egy fizetésből, és a nőknek dolgozniuk kelljen rendesen 8 órában, hogy a családnak az életszínvonalát biztosítsák. Na ezzel van egy óriási probléma. Ugye, és ez már Magyarországon előbb beindult, ez a probléma. Hát az, hogy a hölgyek hazaviszik a munkai problémáikat. Mert a hölgyek sokkal érzelmesebbek, és nem tudnak elvonatkoztatni. Tehát a férfiak könnyebben vonatkoztatnak el, és a hölgyek, azok a munkai gondjaik vannak, már pedig a legtöbb hölgynek munkai gondjai van, gondja van, ezáltal ugye hazamegy, és zaklatottá teszi a családot. Mert ugye ezt biztos megfigyeltet, hogyha a hölgy zaklatott, akkor az egész család zaklatott. Oké? És ha az hölgy boldog, akkor az egész család boldog. Tehát ez így működik. Mi férfiak ezt pontosan tudjuk. Remélem, hogy a hölgyek is. És ugye régen a hölgyek nem jártak el dolgozni. Nem jártak. Nem építettek karriert. Oké? És nem vitték haza a frusztrációt, az aklatottságot. Nem vitték haza. Mert otthon voltak. És otthon meg nem érte közel sem annyi probléma a hölgyeket, mint a munkahelyen. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy szépen az elnyomók elérték azt, hogy legyen emancipáció, legyen olyan fajta működés, egyenjogúság, hát itt Magyarországon mindig egyenjogúság volt a nők és a férfiak között. Tehát mit tudom én, már 800 éve legalább. Sőt, előtte is, nem véletlenül ugye, hogy szólítják a férfiak a hölgyeket, hogy feleség. Mit jelent a feleség? Hogy a felem. Azt jelenti, hogy a felem. Tehát ami azt jelenti, hogy itt Magyarországon nem volt nem egyenjogúság. Talán annyi volt régen, hogy mit tudom én, választásokon nem szavaztak. De hát Magyarországon tudod, milyen választás volt régen? Hogy ott voltak a népek, az emberek, és akkor közfelkiáltással választottak. Na most, és akkor nem szavazhattak a hölgyek? Hát ugyanúgy ott lehettek, és ugyanúgy közfelkiáltással szavazhattak. Ugyanúgy, akkor miről beszélünk, hogy nem szavazhattak a nők? Tehát milyen egyenjogúság? Most azt, hogy a világban hogyan nyomták el a hölgyeket, az nem a mi problémánk volt, hanem az övéké. Világos ez? Mert itt Magyarországon a nőknek nem volt elnyomás. Hát minden szavazás az közfelkiáltással történt. A királytól kezdve mindenkit úgy választottak, hogy közfelkiáltással. Nem urnák voltak, hova bedobtak cetliket. Felejtsük már el. Összehívták a népet, és közfelkiáltással megválasztották azt, akit meg akartak választani. Világos volt?
És ott lehetett ugye bárki, hölgyek, urak részt vehettek, és ezáltal ugyanolyan szavazati joguk volt a nőknek. Akkor miről beszélünk? Milyen egyenjogúság hiányáról? Hát örüljetek, drága hölgyeim, hogy nem kellett dolgozni munkahelyen. Hát én láttam azt, hogy amikor anyu munkahelyen dolgozott az én gyerekkoromban, akkor mennyit veszekedtek, és láttam utána, hogy mikor bedolgozó lett és otthon dolgozott, mennyivel kevesebbet veszekedtek. Mert anyu hazahozta a munkahelyről a frusztrációt. És ezt nem csak anyunál láttam, ez mindenütt így volt. Mindenütt. Hogy a hölgyek hazahozzák a munkahelyi problémákat. Legalábbis annak a negatív hatását. Oké? Tehát érdekes világot élünk, és ezt nehogy azt higgyétek, hogy a lakosság érte el. Az, hogy legyen feminizmus, az az elnyomók érték el. Szó szerint. Szó szerint. Hát most gondold végig, ha az araboknál a nők nem lennének elégedettek a helyzetükkel, akkor már fellázadtak volna. És föllázadtak? Nem. Hát akkor mégiscsak elégedettek azzal, hogy nem kell járni dolgozni. Mert az araboknál még mindig nem kell eljárni dolgozni a hölgyeknek. Oké? Jó? Tehát ugye az iszlám ebből a tekintetből egész más. Ugye a kereszténység, mintha elkezdeni rákényszeríteni a hölgyeket arra, hogy ne csak dolgozzanak, hanem építsenek karriert. Na most a karriernél meg van megint egy szabály, ugyanúgy, mint az elnyomóknál. Tudod, mi a szabály? Hogy vagy karrier, vagy család. Hoppá. És melyiktől lesz boldogabb egy nő? A karriertől, vagy a családtól? Hát nem a karriertől, azt felejtsd el, hanem a családtól lesz boldogabb. Kik tartották mindig, mióta világ a világ össze a családot? Soha nem a férfiak. Mindig a nők. Mindig. Ki volt mindig az összefogás, a családi összefogás a motorja? Soha nem a férfiak. Mindig a nők voltak. És erre most mit csinálnak a nők? Építsünk karriert. Le van fütyülve a család, érted? Azt utána persze beindul a biológia, azt egy idő után már ugye akarnak gyereket szülni, csak már lehet, hogy nem tudnak, mert kifutottak az időből. Mert a karrier az fontosabb volt. De ezt nem a nők érték el, nem a férfiak érték el, csak hogy tisztában legyetek ezzel, hanem az elnyomók. Tudod miért? Mert a legkisebb közösségi egység, a társadalom alapja, a társadalom tartó pillére az a család. És a családot a nők tartották egyben, mindig. És ha a nőket megbolondítják, akkor szétmennek a családok. Világos ez? És ezt nem a nők találták ki, mondom, nem a férfiak, hanem az elnyomók megkérdezték azokat a személyeket, akik onnantól, hogy Sigmund Freud tanulmányozták az emberek működését, az emberi elme működését tanulmányozták, elkezdték tanácsokat kérni az emberi működésről, hogy hogyan működnek a férfiak, hogyan működnek a nők, hogyan lehet őket manipulálni, stb. Stb. Mert ugye Sigmund Freudtól egy szakma alakult ki erre, amit úgy hívnak, hogy pszichiáterek, úgy hívnak, hogy pszichológusok, egy szakma arra alakult ki erre, hogy hogyan működik az emberi elme. Világos ez, és hogyan lehet az embereket manipulálni, és hogyan lehet mondjuk szétverni a családokat. Világos? És a családok szétverésének az alapja, tudjátok micsoda? Az, hogy a hölgyek elmentek dolgozni, és eljárnak dolgozni. Oké? Az elmúlt időszakban nem egy, nem kettő, hanem egy csomó olyan párkapcsolatot láttam, ahol itt megborult az egész rendszer. Régen nem a nők csalták meg a férjeiket zömében. És sorba látsz olyan párkapcsolati bukásokat, hogy a nő csalja meg a férjét, érted? És ne, a férfi nem csalta meg.
Tehát ami azt jelenti, hogy, az illető miért változott meg? Hát miért változott ez meg? Tehát miért lettek ilyenek a nők? Hát mert elérték náluk azt, hogy ne a család legyen a fontos, érted? Hát most gondold végig, gyerekkortól nyomják, az óvodától kezdve a gyerekek, az iskolák, a középiskolák, mindenféle iskola, hogy az a legfontosabb, hogy építs karriert. Minél több pénzt keres, ez a legfontosabb. És ha nincs elég pénz, akkor a hölgyek mit csinálnak? Elkezdenek elégedetlenkedni. Márpedig ez a bolygó sose fog úgy működni, hogy minden családnak legyen elég pénze. Soha nem is volt ilyen, soha nem is lesz ilyen, hogy minden családnak legyen elég pénze. Ez azt jelenti, ott, ahol nincs elég pénz, nem a férfiak elégedetlenkednek leginkább, hanem a hölgyek. Mert a hölgyek abban a pillanatban, ha nincs elég pénz, azt érzik, hogy nincsenek biztonságban. Oké? És ha azt gondolod, hogy nem így van, akkor te vagy férfi vagy, vagy akkora egód van nőként, hogy nehogy már elfogadd azt, amit egy férfi mond neked. Ilyen egyszerű. Oké? Jó? Mert ugye én sok olyan nőt ismerek, megtalálkoztam sok olyan nővel, akinek akkor egója van nőként, pedig a nőknek a múlt század elejéig nem is volt egójuk. Nem volt. Onnantól lett egó, hogy elmentek dolgozni. Tényleg. Ez tény. Nem volt. Addig, míg otthon voltak, nem volt szükségük egóra. Világos ez? És olyan magas szintre felfejlődött már a nők esetében is az egó, hogy sokszor nagyobb egójuk van, mint a férfiaknak. És most nem a nőket leértékelem, csak hogy lássuk ezt a világot, hogy hogy jutott ide. Oké? Hát figyeld, az egy nonsens, hogy a házasságok 70%-a válással végződik. És nem az én generációmnál, hanem a fiataloknál. Érted? És nem a szüleim generációjánál volt ez így, mert ott meg még kisebb volt a válási arány. Hanem ahogy fejlődik a társadalom, egyre inkább elválnak. Egyre nagyobb a százalékosan a válási arány. Oké? Hát a társadalomnak ezen a szinten hát nem így kellene fejlődni. Tudod, mi a társadalmi fejlődés? Nem az, hogy elválunk, hanem az, hogy tudatosodunk. Az a társadalmi fejlődés, hogy egyre tudatosabb lenne a társadalom. Na akkor lenne társadalmi fejlődés. Az, hogy az emberek nem képesek megoldani a saját életüket, az nem társadalmi fejlődés, hanem egy baromság. Oké? Tehát gondold végig, elérték azt, hogy a vállalkozói szemlélet, amit végigment a társadalomon évszázadokon, évezredeken keresztül, azból legyen egy alkalmazotti szemlélet. Például itt az aranybullától 1200 mit tudom én hánytól az van, hogy nincsenek olyanok, hogy jobbágyok. 800 éve nincsenek jobbágyak, érted? Az azt jelenti, hogy földműves van, de annak nagyon nagy része a földművesnek a saját földjén dolgozott. Érted? Meg állattenyésztő van, de a nagyon, vagy volt, de a nagyon nagy része az a saját állatait tenyésztette, és nem másét. Érted? Körülbelül a szolga az egy olyan 20% volt. Akkor most nézd meg, hogy hány százalék alkalmazott a mai világban az embereknek. Körülbelül fordított az arány. Tehát a szolga az körülbelül 80%, a vállalkozó meg körülbelül 20%. Sikerült ezt is elérni. Tehát kit érdekel azt, hogy máshol hogyan működött? Ez nálunk így működött, és kész. És ez egy jól működő rendszer volt. Tehát mondom, aranybulla óta itt nincsenek jobbányok. Az mondom, 800 éve Magyarországon nincs jobbágy. És tanultad a történelemben jobbágyakat? Persze, az aranybulláig. És utána?
megnézem a két nagyapámat, az egyik nagyapámnak volt egy suszterboltja, tehát cipészboltja, a másik nagyapámnak meg volt 21-22 holdja, föld, tehát holdja, termőföld. Ennyi. Tehát mind a két nagyapám vállalkozó volt. Hála Istennek a szüleim is elkezdtek vállalkozni az én 72-11 éves koromtól. És tudjátok, mit láttam? Azt láttam, hogy sokkal jobb lett minden szempontból. Kapcsolati szempontból is jobb lett a szüleimnek, és anyagi szempontból is jobb lett a szüleimnek. És akkor úgy gondoltam, hogy én sem leszek alkalmazott. Ezért választottam olyan szakmát, hogy majd vállalkozó lessek. Erre rájöttem rögtön, hogy mikor már akkor milliókba került volna az, hogy vállalkozó lehessek. Akkor a 80-as években, érted? A szakmámban. Pedig meg volt minden, hogy vállalkozó lehessek, de mégse lehettem. És akkor rájöttem arra, hogy húha, nehezebb itt a vállalkozónak lenni, mint amit az ember gondolt. De akkor is az akartam maradni vállalkozó. Jó, persze voltam alkalmazott én is 13 éven keresztül. De csak 93-ig, 80-tól 93-ig. És 93-tól, mert voltam egy ideig úgy, hogy alkalmazott is, meg vállalkozó is, párhuzamosan a kettő, és amikor vállalkozó lettem, akkor rájöttem arra, hogy hát már értem, miért mondják azt, hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Mert tudod miért? Mert aki dolgozik, nem ér rá gondolkodni. Mert a pénzkeresést azt a gondolkodással lehetett elérni. És lehet elérni most is. És akkor rájöttem arra, hogy, nem az az élet folyama, hogy az ember szolga legyen. Tehát most gondold végig, egy szolga szabad? Ne nevettes, jó? Szolga soha nem volt szabad. A szolga az egy kiszolgáltatott, ott van benne, kiszolgáltatott. Érted? Benne van a nevében. Azért, mert szebb nevet adtak a szolgának, azt a nevet adták, hogy alkalmazott. Persze, ez olyan, mint mikor megveszel egy csomó szart, és be van szépen csomagolva, érted? És akkor azt hitted, hogy szépet veszel. Érted? Meg jót veszel. Hát ez pont olyan. Hát csak ugye van egy biblia a vállalkozói léttel. Én láttam azt, hogy ahhoz, hogy a nagyapám megéljen, nem láttam, mert ugye csak hallottam nagymamámtól, hát ahhoz neki gondolkodni kellett. Mind a két nagyapámnak, érted? Láttam azt is, hogy például most valaki nekiállna fürdet művelni, hát körülbelül olyan 7-8 év, mire megtanulja, megtanul mindent a földműveléssel kapcsolatban. Érted? 7-8 év. És addig nem lesz neki nyeresége. Tehát, ami régen könnyű volt, már apáról fiúra szállt a dolog, érted? És tudták, hogy mit kell csinálni, mert gyerekkortól belenevelték. Tehát belekerült ugye a munka folyamatába. És utána neki nem volt probléma ugye átvenni a dolgokat és működtetni. Tehát egy olyan világban élünk, ahol azt gondolod, hogy hú, ez egy szuper világ. De hát hogyha nem lenne ez a három év, ami itt volt, akkor is egy olyan világban éltünk volna, érted, ami, ahol az, addig is azt mondtam, hogy az emberek hangulata romlik. Csak most itt ebben a három évben drasztikusan romlott az emberek hangulata. Hát például van, aki úgy jött haza, azért, tehát mi rengeteget jártunk Olaszországban, minek nyaralni. Oké? Tehát gyakorlatilag 2010-ig folyamatosan évente egyszer-kétszer-háromszor voltunk Olaszországban nyaralni. Ezért láttuk, hogy miért mentünk szívesen, mert jó hangulatúak voltak az olaszok. Miért? Mert dolce vita van, tudod? Tehát életérzés. Életérzés. Tehát ott nem ilyen búvalba, tudod, baltázottak, mint az emberek, vagy nem ilyenek voltak. És lényeg az, hogy azért jártunk szívesen oda, mert jó hangulatú emberek éltek. És ez a három év betette nekik, úgyhogy hazajöttek azért emberek onnan, magyarok,
sok-sok évnyi kintlét után hazajöttek, azért, mert annyira levitték ebben a három évben az olaszok hangulatát. Hát megnézed, az összes, ugye Spanyolországon kívül voltunk a többi mediterrán területen, a szüleim voltak Spanyolországban, és lényeg az, hogy mindenütt sokkal jobb hangulatú volt a nép, mint itt Magyarországon. Tehát megnézed, ez úgy van, hogy sokkal jobb hangulat délen, Európa déli részén, és ahogy megyünk északra, úgy savanyodnak be az emberek, de szó szerint. Tehát azt láttam, hogy északabbra savanyúbbak az emberek, délebben meg sokkal vidábbak. Mindig ezt láttuk, ugye rengeteg országban voltunk. Hát a napjány, persze, hát te is télen besavanyodsz. Érted? Így van. Hát nem véletlenül ugye miért akkor vannak ezek a megfázások, meg a influenza, meg minden? Hát mert elegük van az embereknek ebből az időjárásból. És lényeg az, hogy nézd meg, ez a három év, jó, vegyük le most ezt a háborús időszakot, de az előző kettőt, Covid időszak, melyik országokat sújtotta legjobban? Elnyomásban, nem betegségben, elnyomásban, hát a déli országokat. Hát a déli országoknál sokkal nagyobb szankciók voltak, mint mondjuk északon. Nem azért, mert kevesebb volt a megbetegedés, nem azért, hanem azért, mert el kellett venni ezt az életérzést, ezt a vidám életérzést, érted? Hát gondold végig, mit tudom én, elmentél délre, bármelyik országba, ott sziesta van. És akkor mit csináltak sziesztán az emberek, sziesta időben? Ott iszogattak, beszélgettek, nevetgéltek, érted? Jól érezték magukat. Ott kint ültek a pagodákba, érted? És tök jól érezték magukat. Na ezt az életérzést, ezt a jó életérzést, ezt a életvidámságot úgy elvették tőlük, mint a húzat két év alatt. Persze most nem tudjuk, hogy mennyire nyomják a háborút ezekben az országokban, azt nem tudjuk. Azok tudják, akik ott élnek, hogy értem azt, hogy nyomják. Hát azon a szinten, hogy a média mennyire nyomja, hogy minél jobban féljenek az emberek a háborútól. Mert ugye az is olyan hatást kelt, ha minél nagyobb félelem van az emberekben, hát erről szólt a hidegháború az 50-es, 60-as években, meg a 70-es években, hogy az emberek féljenek. Semmi másról nem szólt a hidegháború, csak arról szólt, hogy az emberek féljenek. Miért? Mert ha te rossz hangulatú vagy, akkor téged kimossák az agyadat, érted? És egy ilyen bénán működő kacsa leszel. Ilyen egyszerű. Érted? Tehát szó szerint képtelen leszel a gondolkodásra. Szó szerint. Hát nézd meg, minél rosszabb működése van egy embernek, tehát minél rosszabb hangulatú, annál képtelen boldogulni az életben. Hát nézd körül, és látod ezt. Minél rosszabb állapotú emberről van szó, annál bénábban működik az életben. Minél jobb hangulatú, annál inkább nincs szüksége arra, hogy adjanak már nekem munkát. Mert fogja is talál magának, érted? Minél rosszabb állapotú ember, annál inkább rászorul más segítségére, érted? Vagy az állam segítségére. Minél jobb állapotú ember, annál önállóbb, annál szabadabb akar lenni. Tehát önálló és szabad is akar lenni. Világos ez? De ha te nem akarsz szabad lenni, akkor ez a te magánügyed. Oké? De tudod, mit tesz szabaddá? Egy dolog. A tudás. Nincs más. Nincs más szabadság. A tudás a szabadság. Világos ez? És minél több a tudásod, annál szabadabb vagy. Milyen tudás? Amit ezeken a területeken tudsz használni. Mindjárt mutatom. Itt van 10 terület. Ez az életterületünk. Ha ezeken te tudsz boldogulni, akkor te jól működsz az életben, és nem vagy boldogtalan. Ez biztos. De bármelyik területen nem jól működsz, az kihat az összes többire negatívan. És nehogy már azt mondd nekem, hogy ehhez nem kell tudás.
ezekhez a területeknek a működéséhez nem kell tudás. Hogy bőven elég az, amit tanítottak neked a szüleid, mert ugye iskolákban nem tanították. Vagy bőven elég az, amit megtapasztaltál. Én ismerek olyan embereket, akik háromszor, négyszer váltak el. Érted? Akkor biztos megtanulták, hogy hogy kell bánni a másikkal, csak akkor miért vált el? Jó kérdés, nem? Mert a kutya se tanította neki, hogy hogyan bánjon mondjuk a párjával. Érted? Miért tanították az iskolába? Volt olyan tantárgy, hogy hogyan bánjunk a párjunkkal? Nem. De olyan volt, hogy önmagunkkal egyáltalán hogyan bánjunk? Napi szinten hány negatív gondolat fordul meg a fejedbe? Lehet, hogy az a többség. Hát az nagy gáz. De akkor is, hogyha az a kisebbség. Miért? Hát gondold végig. Felépíteni valamit, mennyi energia? Ahhoz képest azt, amit fölépít az ember, lerombolni mennyi energia? Töredéke. Tehát ugyanez a gondolatok. Vannak építő gondolataid, és annak a töredéke a romboló gondolat, és azzal lerombolod az összes építő gondolatodat. Érted? Mondjuk volt 5 órányi építő gondolatod, meg mondjuk 5 percnyi romboló gondolatod, az 5 órányi építést leromboltad 5 perc alatt. Elég világos voltam? És ha megnézed, minél rosszabb állapotú egy ember, annál több a romboló gondolat a fejében. Oké? Mik ezek a gondolatok? Csak hogy tisztában legyünk. Olyan gondolatok, hogy ellenségesség, amikor valamivel vagy valakivel szemben ellenséges vagy. Rossz indulat, fájdalom, tehát fájdalomhoz kötődő gondolatok. Akkor harag, gyűlölet, akkor részvétlenség, akkor félelem, érted? Bánat. Ez mind negatív gondolat. De ahogy megnézitek, ez egymás után mondtam, ez egy sorrend is. És a legvége volt a legrosszabb hangulat, és a legtöbb negatív érzelem. És az eleje is rossz, csak sokkal kevésbé. És ott sokkal kevesebb a negatív gondolat. De ha már egy ember rossz indulatú, egy kicsit is rossz indulatú, attól a pillanattól kezdve ne csodálkozzon, és ez most egy tanítás is, jó? Ne csodálkozzon, hogy nem boldogul az életében. Oké? Mert amit felépít a pozitív gondolkodásával, azt fogja így lesöpri. Hát gondold végig, mennyi időbe telik mondjuk fölállítani a dominókat. Aha, és mennyi idő alatt tudod lesöpörölni? Gondold végig. Na, ugyanígy működünk az életben. De ha nem tanulsz itt, soha nem fogod megtanulni azt, hogy ne legyenek negatív gondolataid. Világos ez? Soha nem fogod megtanulni. Mert ugye a negatív gondolatnak is adott helyzetben lehet helye. De nem olyan szinten, ahogy az emberek gyakorolják. Oké? Mert gondold végig, miért ne lehetne egy olyan negatív gondolat, hogy mit tudom én, ez történhet velem, és fölkészülök rá, hogy ne történjen. Érted? De az, hogy ez történhet velem, az már egy negatív gondolat. De amikor azt mondja az ember, hogy fölkészülök rá, hogy az ne jöjjön létre az a negatív helyzet, akkor onnantól kezdve az már nem negatív gondolat. Világos ez? Mert ugye sok ember, aki azt mondja, hogy ő ultra pozitív gondolkodású, az azt jelenti, hogy ilyeneket nem csinál. Tehát nem készül fel arra, hogy lehet esetleg egy gond. És hogy megelőzze azt a gondot. Mert a gondokat talán meg kellene előzni, nem? Hát így van. Vagy az a jó, hogyha az ember csőstül kapja. Ráadásul ugye azt is látom embereknél, hogy szó szerint van ez a mondásunk, hogy na, csőstüljön a gond. Tehát, hogy kapja az egyik gondot,
jön a következő, jön a harmadik, egymás után, érted? Egymás után. Ennek is megvan a magyarázata, de most nem fogom elmagyarázni. Oké? Mert az képzés rész már. Úgyhogy gondold végig, hogyha úgy látod, hogy nem vagy elég olyan világban, amiért tenni kellene, hogy jobb legyen, hát akkor nincs itt a helyed, ennyi. De ha úgy látod, hogy tenni kellene azért, hogy a jobb világ legyen, és a jobb világ tudod, hogy jön létre, hogyha az emberek jobbak. Mit gondolsz, miért vannak a Földön olyan területek, amik, ahol nem lehet élni? Mert hanyag, rossz állapotú emberek tönkretették azt a területet, érted? És azon a területen nem lehet élni. Miért? Vannak elég nagy területek, hogyha nem világos, miről beszélek, úgy hívják, hogy sivatagok. Ha nézzétek már meg, mondjuk, hogy a Szaharában hány ember él. Oké? Tehát a Szaharában max ott tudnak élni, ahol van vízforrás, és oda kialakítottak valami életteret a környékére. Aztán elvágták. Oké? És az összes olyan terület a bolygón, ami élhetetlen, azt az értelmes lények tették tönkre. Nem az állatok, hanem az értelmes lények. Nem a növények tették tönkre, hanem az értelmes lények. Oké? Akik abban az időszakban kellően rossz hangulatúak voltak ahhoz, hogy tönkre tegyék a saját életterüket. Hát mondok példát, nem mentél be még egy olyan lakásba, ahol rossz hangulatú emberek vannak, és tök ramagy minden? Nem voltál még ilyen lakásba? Hát dehogy nem. Hát mennyire függ össze? Most képzeld el, hogyha összefügg azzal, hogy az ő saját közvetlen élettere, ahol lakik, milyen állapotban van, akkor ugyanígy kihat társadalmi szinten, hogyha a társadalom rossz hangulatú, ugyanúgy tönkreteszi a saját életterét, mint ahogy tönkreteszi a saját lakását. Érted? Tehát gondold végig, ahhoz, hogy az ember eljutott egy állapotba, a megelégedettség azt eredményezi, hogy az illető hamarabb meghal, mint kéne. Szó szerint. Mert ugye egy megoldás van mindig, az, hogy az ember akarjon jobb lenni. Jobb. És egyre jobb. És ha már jó, akkor is még jobb. Érted? Ez a megoldás. Ez lenne a fejlődési folyamat. Hogy tisztában legyünk ezzel. De semmi gond, nem kell ezt nekem elhinni, csak mondok neked ezzel kapcsolatban egy dolgot, jó? Nekem vannak képességeim, hidd el, hogy nagyobbak, mint neked. Oké? Ezek szellemi képességek. Jó? Ez nem nagy képűség, ha egy kicsit beszélnék magamról, akkor rájönnél róla erre a dologra, hogy mit értem el az életemben. Jó? De van egy olyan képességem is, hogy tudok kommunikálni a fentiekkel. Nem a lentiekkel, nem valami oldalsó entitással, jó? Hanem a fentiekkel. Ez azt jelenti, hogy hallottál egy ilyet, mert felnőtt voltál, vagy már, ugye emlékszel rá, 2012-ben világvége volt, december 22-vel. Valóban világvége volt, egy korszak vége. És 23-ától aranykornak kellene lenni. Hoppá! És hol vagyunk ehhez? Tehát az emberiség ideje lejárt, tudod miért élünk még ezen a bolygón? Mert sokkal jó ember. De ha jó emberek nem tesznek semmit, arról szeluralkodik a Földön. Érted? És erre adtak még egy következő esélyt. 2035. 2035-re meg kell csinálni azt a fajta világot, ahol képesek az emberek szeretetben, békében és boldogságban élni egymással. És ezt nem csináljuk meg, megyünk a levesbe. Nem érdekes, hány éves vagy, mész a levesbe. Oké? Nem kell elhinni,
úgyis ez lesz. Oké? Ez nem ijesztgetés, hanem cselekvésre késztetés, hogy világos legyen. Világos ez? Hogy igenis a saját fejlődésedért tenni kell. És mindenkinek külön-külön. Elnyomok ne tegyenek, azok maradjanak azok, amik voltak. Azoknak az a szerepük, hogy te minél rosszabb állapotba kerülj, és egyszer csak olyan helyzetbe kerülj, ahogy azt mondod, hogy vagy meghalok, vagy fejlődök. Tehát az azt jelenti, hogy kérek segítséget. Érted? Mert magadtól nem fogsz fejlődni. Én még nem láttam olyan embert, aki magától fejlődött. Azt láttam csak, hogy együtt tudtak fejlődni emberek. Tehát egymást húzzák fölfele. Világos ez? Tehát egy olyan világban élünk, ahol nem csinálhatod ezt. Nem ülhetsz a babérjaidon. Mert ennek az emberiség issza meg a levét. És nem a politikusok fogják ezt megoldani, mert a politikusok meg vannak véve. A pénzhatalom által, jó? Ez úgy tetszik ez a kifejezés. A pénzhatalom által meg vannak véve. A pénzhatalom meg, bocs, de elnyomok. Oké? Úgy, ahogy vannak majdnem mind. Elnyomó. Hát ha nem az lenne, akkor talán megosztaná a vagyonát, nem? Mint például nálunk van, hogy a bevételünknek 78%-át megkapják az itt tanulók. Oké? Hát akik hozzájárulnak ahhoz, hogy itt tanuljanak az emberek. Természetesen azok. Akik nem járulnak hozzá ahhoz, hogy itt tanuljanak az emberek, az nem kapnak semmit. Tehát ami azt jelenti, hogy itt a cégben az összbevételnek csak a 22%-a marad. Világos ez? Hát keres még egy ilyen céget, csak úgy mondanám. Nem fogsz találni. Jó, tehát ha nem hiszed azokat a dolgokat, amiket ugye most mondtam, akkor kérdezz meg a meghívottól, szervezőtől, hogy mit tud arról, hogy milyen képességeim vannak, jó? És mit tud arról, hogy hogy jósoltam meg előre dolgokat. És az, amit megjósoltam, az minden bejött, kivétel nélkül. Ezt az időszakot is megjósoltam, igaz, hogy két héttel hamarabb bejött. Nem a háború, hanem még a Covid időszak. Két héttel hamarabb megtörtént. És nem előtte két héttel jósoltam meg, hanem évekkel azelőtt. És ugye a 90-es évektől mondom, hogy ez az időszak, amiben most vagyunk, ez be fog következni. A 90-es évektől. Oké? Tehát, és nem csak ilyen képességem van, hanem van több képességem. De nem csak képességem van, hanem eredményeim is vannak. Keres még olyan szemét, aki négy különböző területen tudott egy szervezetet piacvezetővé tenni. Nem fogsz találni. Bolygó szinten nem fogsz találni. Oké? Nem Magyarországon, bolygó szinten nem fogsz találni. Tehát mi azért vagyunk, hogy átadjunk olyan tudást, ami által te ezen a területeken el tudsz indulni, fejlődni. Gyönyörűen. És ugye bízunk abban, hogy esetleg másoknak is ebben segítesz, hogy ők is elinduljanak. Mert ha nem lesz aranykor ezen a bolygón, megyünk a levesbe. Jó, lesznek akiket kimentenek a fentiek, de a többségnek van fölkészítve egy új bolygó. Nem vicc. Kín az univerzum szélén van egy földszélű bolygó, arra fölkészítve, hogy már oda lehet inkarnálódni. Persze kőkorszaki körülmények közé. Nem lesz mobiltelefon. Nem lesz tévé. Jó, kőkorszaki körülmények. Lehet szaladgálni a, mit tudom én, a kartfogú tigris elől. Oké? Okay. Jó program, nem? Mert ő is enni akar, aztán az ember az viszonylag könnyű zsákmány, mert viszonylag lassú. Ha végig gondolod. Nem tud 60 km/h szaladni. Mint mondjuk a gazella. Jó? Ja?
Tehát, és nem kell ezt se elhinni. Csak én tudom, hogy így van. Tehát annyi dologról kaptam már tájékoztatást a fentiekről, hogy mi hogy van. Hát keres még olyan embert, aki tudja, hogy hogyan jött létre a világegyetem. Azok tudják, akik tőlem hallották. Érted? Ugye az egész világegyetem hogy jött létre. Ezt megküldték nekem információba. Érted? És soha nem hallottam erről senkitől. Jó? Például, hogy jött létre a te lelked? Arról sem nagyon tudsz információkat. Én meg tudom, hogy jött létre a lelked. Oké? Jó? Azt is tudom, hogy mi lesz azután, hogyha meghalsz. Azt is tudom. Sőt, azt is tudom, hogy mi volt akkor, mielőtt megszülettél. Nem mint test, mint lélek. Oké? Azt is tudom, hogy miért abban a családban születtél, amiben beleszülettél. Érted? Jó, tehát lehet, hogy ebből azt látod, hogy mégse annyira átlagosak a képességeim, csak itt előadom magamat. Hát csak egy-két adat, jó? Több százezer embernek vittünk el a vezetésemmel valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt 32 év során. És több tízezer embernek a fejlesztésében vettem részt személyesen. Érted? És ezek tényszámok. Ez a szervezet, ez 91-ben alakult. Maga a szervezet és a cégháttér, ami jelenleg is van, az 94-ben indult. Oké? Ennek utána tudsz nézni a cégbejegyzésben. Jó, tehát nem mai keletűek vagyunk, és négy területen sikerült piacvezetői pozíciót elérni, ugye, mint említettem a vezetésemben. Azért az nem piskóta. És abból van a jelenlegi terület, amiben piacvezetők vagyunk, ugye az emberek személyiségének a fejlesztésében, és két olyan területben vagyunk piacvezetők, ami jelenleg is működik, és az egyiket abba hagytuk 2000-ben, a másikat abba hagytuk 2007-ben, és a piacvezetői pozíciónkat nem tudták lekörözni. Tehát nem tudtak nagyobb eredményt elérni azon a területen, azóta sem. Világos ez? Tehát akkor lehet, hogy tudtunk valamit, vagy tudok valamit, nem? Az ember és az élet működéséről, mert ez egy kulcskérdés, hogy az ember hogyan működik, az élet hogyan működik, és ez nem nagy képűség, hanem én tudom, hogy tudom. Érted? Tehát az nem nagy képűség, ha az ember kifejezi azt, hogy tudja, amit tud. Csak neked azt tanították, hogy ez nagy képűség. Hát az a baj, hogy te nem tudod kifejezni, hogy mit tudsz. Ez a fő probléma. Mert az lenne jó, ha ki tudnád fejezni, hogy mit tudsz. Oké? De minél többet tudnál, annál jobb lenne. Vagy nem? Rosszul gondolom? Hát most gondold végig, ha nem fejezed ki, majd a jövőben, ha tudsz azt, hogy te mit tudsz, akkor miért követnének? Az átlag embereket nem követik. Az átlag ember az átlag ember. Az átlag embernek max van egy barátja, meg egy családja, az kész, el van vágva. Az nem követi a kutya se, az átlag embert. Gondold végig, hogy átlag emberként hova fogsz jutni? Bejutsz-e egyáltalán az aranykorba? Hova lett a? Eloltottam? Nem. Eltűnt. Esetleg becsuktam, vagy mit csináltam vele? Na mindegy, már nem kell. Jó? Tehát átlag emberként hova jutsz? Ha azt gondolod, hogy több vagy, mint egy átlag ember, vagy többnek kellene lenned, mint egy átlag ember, akkor itt a helyed. Ha úgy látod, hogy jó neked úgy, ahogy van, akkor szeretünk téged,
és éld úgy az életedet, ahogy szeretnéd, érted? Ahogy eddig élted. Köszönöm szépen a figyelmeteket, de még mielőtt ugye elköszönnék és szünetet tartanánk, és kezdődne a második rész, annyit azért mondanék, hogy mennyibe kerül egy, milyen módon működnek a képzések. Ugye minden szerdán és vasárnap van élő képzésünk, minden szerdán 6 órától 8:45-ig. 8:45-ig? 8:10-ig, bocsánat, igen. És minden vasárnap 5:30-tól 8:45-ig. És ez mindig így ismétlődik. Akkor a képzéseket igénybe lehet venni élőben a helyszínen, igénybe lehet venni az interneten keresztül, élőben természetesen, igénybe lehet venni felvételről, és ezek mind igénybe vehetők tévén vagy rádión, ami azt jelenti, hogy a tévé a sok internetet igényel, a rádió az alig igényel internetet. Tehát az se gond, ha valakinek kicsi az internet. Milyen? Hát sávszélessége, így van, köszönöm szépen. Tehát ugye az se gond. Akkor a képzéseink bárki számára elérhető áron történnek, de nézzük meg, milyen képzéseink vannak. Van 25 nagy témánk. Tehát ugye ezen a 10 területre vonatkozó 25 nagy téma, egy havi képzés az 30 óra. És a képzések azok talán már nincs is egy hónapos. Már 2-3-4-5-6-7-8 hónapos képzéseink vannak egy témában. Az előző képzésünk az 2 hónapos volt, az a szeretet teremtő coach képzés volt, amit vasárnap fejeztünk be. Most vasárnap. Ma kezdődik a gyereknevelés coach, ami nem csak gyereknevelés, hanem az ember ismeretet kapjon arról, hogy mit szúrtak el a szülei az ő neveltetésében. És az ember tudja, hogy a szülei mit szúrtak el az ő neveltetésében, akkor tud tenni, hogy azt az elszúrást kiiktassa. Érted? Ez ki legyen iktatva. És ne egy elszúrt életet élj, hanem egy tényleg teljes életet tudjál élni. És 25 nagyon fontos témánk van, aminek az alapja, az alapok alapja, tehát 6 nagyon fontos alaptéma van a 25-ből, és van egy a 6-ból egy nagyon-nagyon fontos téma, az az etika. Etika, erkölcs, tisztesség, becsület, ami 4 hónapos volt. 4 hónapos, tehát 120 óra. Oké? Mert azt gondolják az emberek, hogy becstelenséggel előrébb lehet jutni. Hát óriási tévedésben van, aki így gondolja. Tisztessége, becsülettel sokkal, de sokkal előrébb jut az ember. Oké? És körforgásos alapon működnek a képzéseink. Ami azt jelenti, hogyha valaki csinálja a képzéseket, akkor előbb-utóbb mindegyiket ugye meg tudja kapni. És ha valaki valamilyen képzést szeretne, ami a múltban lezajlott, akkor ezt visszamenőlegesen meg tudja venni. Tehát elég rugalmas a képzési rendszerünk, mennyibe kerül. Olyan árat találtunk ki, ami bárki számára elérhető legyen. Ez azt jelenti, hogyha visszahosszuk a havi képzés árát, akkor óránként 420 forint a képzés. Jó, nem a díjmentes, hanem a képzés. Az első hónap ettől eltérő, az első hónap az 660 forint. Tehát ma, ha megnézed, mit tudom, egy első osztályos gyereket nem tanítanak ennyiért. Több ezer forintért tanítanak óránként. Tehát ilyen képzések, mennyi a képzésünk értéke havi szinten? Tehát alsó hangon 200 000 forint.
Tehát 200 ezer forint értékű képzést tudsz kapni az első hónapban, most akciósan 19.700 forintért, úgyhogy a második hónaptól 9.800 forint, 12.500 forint, bocsánat, 12.500 forint a tandíj. Jó? Havonta. Egy képzés az szemináriumtól szemináriumig tart, tehát a szemináriumot követő szerdától indul, és a szemináriumot, szeminárium a befejezése egy hónapnak. Az azt jelenti, hogy 12 szemináriumunk van, az egy egynapos képzés. Tehát az nem egy esti képzés, hanem az egy vasárnapi egynapos képzés, az egyik vasárnap helyett minden hónapban egyszer. Az a legfontosabb rendezvényünk. Azon ugye sokkal többen vagyunk személyesen jelen, hiszen egy nagy-nagy teremben vagyunk, mint például most. De hát hogyha most ránéznétek mondjuk itt a monitoromra, akkor azt látnátok, hogy a csoportokat látom, hogy mennyien vannak csoportosan, mennyien nézik az előadást, tehát csoportosan, ugyanúgy csoportosan, mint mi, tehát kivetítőve. Tehát lényeg az, élőben kivetítőve. Tehát lényeg az, hogy ilyen a képzési rendszerünk, és hát én azt javaslom, hogy ugye az üzenetem az az számodra, hogy minél előbb kezd el a képzésedet, hogy minél több tudással rendelkezz 2035-ig. Itt van még egy időpontunk 2035 előtt, az 2025, tehát 2025 év vége, ugyanis addig van egy nagy kiválasztódás, hogy kik lesznek a jövő tanítói, vezetői. Oké, és az valahogy már nincs is olyan messze, tehát lassan azt lehet mondani, hogy 2,5 év múlva. Jó? Mert ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Hogy elmagyarázzam röviden, miért kell aranykornak lenni? Mert kiépült az univerzumunk. Az azt jelenti, hogy a Föld az univerzum széle volt. És addig, míg a széle volt, mindegy, hogy milyen volt ennek a Földön lévő emberek rezgése. Ugye a hangulatunktól függ a rezgésünk. De az a rezgés, ami most a jelenlegi emberiségnek van, az baromira nem jó itt a már közelebb az univerzum közeléhez, mint a széléhez. Oké? Tehát az univerzum azóta tova terjedt, és most nagyobb távolságok vannak már kifele a központtól, mint a Föld és a központ között. Ezáltal ugye a Föld meg már egy olyan szerepe van, ami az univerzum ezen részén hát elég negatív a rezgés. És ez hatással van ugye az egész univerzum ezen részére. És ezért ezt megszüntetik. Világos ez? És kiköltöztetik a nem fejlődő lelkeket az univerzum szélére. Ugyanúgy, mint ahogy kezdődött itt az emberiség. Egyébként csak úgy mondanám, hogy ez a hetedik emberiség ezen a bolygón. Úgy kezdődött, hogy ide költöztették a nem kívánatos lelkeket. Jól el voltak itt a saját kis rezgésükkel. Csak már itt a vége ennek a dolognak. Ezért volt a ugye nem most lett volna a vége, hanem 2022, december 22-vel. Vagy 12, bocsánat, 2012. december 22-vel. Ott lett volna a vége, ugye ez benne is volt mindenhol. Hála Istennek adtak még időt. Jó? De azt fogod tapasztalni, ha nem hiszed, már tapasztalod, hogy sokkal többen halnak meg, mint előtte. Ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy az élet
tőlük függött a te életed és mindenkinek az élete. Hát nyilván, ha valaki nem önpusztító, akkor az élete az ugyanúgy a fentiek kezében van. És hogy mikor állítják le valakinek az életét, az nem tőle függ, csak max akkor függ tőle, hogyha, hát hogyha teljesíti a küldetését, amiért ide született. Tehát minden embernek van egy küldetése, amivel ide született, csak az emberek ezt nem ismerik. Ezt itt mindenki meg tudja tanulni, és mindenki meg tudja ismerni, hogy neki személyesen mi a küldetése. Jó, tehát azt gondoljuk, hogy itt ezen a világban minden véletlen alapon működik, óriási tévedésben van, itt minden precízen, pontosan megszervezett. Még az is, ha bármilyen problémát kapsz az életedben, az is előre megszervezett. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy ha az embernek van tudása, akkor tud ahhoz az élethez, környezethez alkalmazkodni, amiben él. Ha nincs tudása, akkor meg boldogtalan. Érted? Ez van. És az, hogy valaki boldog vagy nem boldog, az nem korkérdés. Nem attól függ, hogy hány évet töltött már ebben a földi létében. Hanem attól függ, hogy a küldetésén hogy halad. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Csináljunk 30 perc szünetet, utána pedig fogjunk hozzá a gyereknevelés coachhoz, jó? Szeretlek benneteket, sziasztok!